szeretettel megköszönve a sok amelyiségű dolgokat a diákoknak és a zenekarnak, a szintén diákok. Köszönöm szeretettel vendégeinket, H. Jánost és Beck Zoltánt, és kérem, hogy jöjjenek ide a pulpitusra és foglaljanak helyet, már nyugodtan lehet. Most kumorra a csokonáimat.
ezt a hagyományt, amit aztán Vörös Marti folytat, és hajlócival zárul le a sor. Ez jó, ez a kifejezés, mert ez ugye a rockstarokhoz átvezet, és akkor megkülönöztetek. Ez itt nem rossz, tehát... Tudod, hogy egy albumizmusát jöttem illusztrálni. A részben az egyik ilyen középiskolai élményem az biztosan az Csokonaihoz kötődően, hogy akkor olvastam először legitim módon Károsodást, és ez marha jó érzés volt. A kurvanya összevallását imádtam, nagyon büszke voltam arra, hogy így Csokonaihoz Károsodhatok. És ez a szövegyüteményekben valószínűleg nincs. Jó, igen, de ez a Budapestről szóló versben van, azt hiszem. Legalábbis a Károsodások gyűjtését. A másik dolog meg, hogy mostanában így, ahogy így elképesztem ennyit a szakállam, így elkezdtem gondolkodni azon, hogy így, hogy végtér is az történik, hogy azok az ikonok, amik sebben tekintetek, kicsit más, hogy képzelem el ezt a világot, nyilván máshogy is mozgunk a Jánossal, nekem így én szeretek ikonokat alatni, még hogyha nem is szeretem őket posztalni sem látni, de imádom azt, hogyha ilyen, van ilyen poszterem, meg ilyenek. Van egy nagy Ali poszterem például, amit talán egy kicsit abnormális, de az így bírom, szóval hogy az van, hogy így elgondolkodtam azokon a szerzőkön mostanában, és furcsa elképzelni, hogy a legtöbb irodalmat művelőhöz, akihez akihez ilyen erőteljesen vagy ikonikusan kötődöm, azok nem értek annyi ideig, mint ami utáig. És Csokonai esetében is döbbenetes ez az az élmény, hogy amikor ilyen gimnazista voltam, azt gondoltam, hogy van ez a furcsán kinéző ilyen fickó, akiről általában egy fekete-fehér ilyen kép volt, ami szükségszerűen eleve rádobott 10 évet, vagy 15-öt. Szóval láttam egy ilyen öreg, egyáltalán nem divatos ruhában lévő kicsit nyesztett hozzám, hasonló ebben is nyesztett embert, és akkor arra gondolok most, hogy öregebb vagyok, mint én Csokonai, és ez egészen furcsa dolog, hogy mennyire fontosan és élesen volt képes megfogalmazni a világot, szóval, hogy na, így, valahogy. És van egy érdekes sorsú, és nem pusztán azért érdekes sorsú, mert hogy ilyen rövid ideig élt, és mit tudom, hanem tényleg helyekes volt. Abban az időben alakul ki a magyar irodalmi élet, Kazincival az élet, aki hát persze egy becsületet végzőjében, Kuhsteinben is volt, tehát mindent megcsinált, ami kell, tehát rendes magyar legyen. Egyszer voltunk egy Börtön koncerten. Igen, talán így lesz hátra. Bocsánat. És tehát kialakul az irodalmi élet egy pápával. Egy pápával indul az irodalmi élet, és a Kazinci egyszerűen utálta a Csokonait. Egyébként utálta a versenyt is, tehát ő valójában nem volt rezonáns a tehetségre. Tehát, hogy tehetség ellen volt beoltva. Tehát mindenkit szeretett, aki nem volt tehetséges. És ezért a Csokonai rajongott a Kazinci, fölutazott hozzá, vagy elutazott hozzá, és a Kazinci az ugye udvartartást, ez engedem magamhoz, nem? Audiencia volt, meg mit tudom, micsoda. És hát a Csokonai azt hitte, hogy ott a Kazinci becsüli, a Kazinci köpött rá. Ő egy ócska kis, úgymond dalszövegírónak tartotta egyébként. Az ócska más magyar tematikus verses kötet, egy különleges összeállítás. Bár nem igaz, mert valójában a Balassi is összerakta, de ő sem élte meg a megjelenést. És jött a kisfalud, aki megcsinálta a hifi szerelmeit, az előjelent meg, és elvitte a papírt. Tehát még holtában is a Csokonai rögtön a temetőbe került, de tényleg a szószoros értelemmel a nyugatosok kezdik el, a babicsék kezdik előszedni, mert 100 évig nem volt Csokonai. Jó, Balassi nem volt 200 évig, tehát ez azért nem ritka a magyar kultúra történetében, de tényleg egy nagyon szerencsétlen, úgymond nem volt ügyes ember, tehát ügyetlen volt valahogy.
Tehát az is már eleve, hogy elmegyek egy temetésre, de megázok meg, meg is meghalok, utána ez is már milyen fejeket van. Sokkal jobb állunk is találtam, hogy szerintem az olyan is tetszik a tehetséget említetted, a tehetségével való érzékenységet. Ti viszont összetalálkoztatok elég régen az Olival, illetve te a Jánossal, és létrehoztatok egy közös produkciót, nyilván egymás tehetségét, mert tudását elismerve, és ez egy összjáték, amiből most szerintem fogunk hallani egy jó részt. Átvezettük az első... Tehát, jó, értem. Igen. Várj, értem. Mégis csak el kell mondjam, hogy ez a mi estünk, a High Come Back, az úgy néz ki, hogy hát van egy műsor. De most azért, hogy beszélgessünk is, és ne az legyen, hogy itt mint egy színésszel játszunk ezt a helyzet, ezért úgy van, hogy három részre tagoltuk ennek a műsornak bizonyos részeit, és akkor a három, tehát most lesz az első rész, aztán persze ezután logikus a második rész. Azt követően a harmadik. A forgatókönyv írásban is forgatókönyv néz ki, mint szóval. Igen, és akkor közben fogunk beszélgetni egy Jóskával. Emlékszem arra, hogy volt egy ilyen sráckoromban, Ajkán nőttem fel. Sráckoromban volt egy ilyen, ilyen low-budget színház volt Ajkán, hogy, hát, hogy jöttek tájérőadásokra a nagy színészek, és akkor így félig eljátszották a darabot. Vagy valami ilyesmi volt, és akkor így örültünk, végül is színház, meg végig is olyan. Szóval valami ilyesmi volt ott, ültünk a Városunk Ödési Központba, és jött a Mindörökké Vitvész című előadás, nem tudom, valaki látta el. Még a Mikó fél előadás. Az elképesztő volt, tényleg, szóval tényleg négy ilyen balték színész játszott a Vitvész. És megérkeztek Ajkára, mert nem hozták az előadást se, meg a díszletet se, meg semmit. Hanem így megérkeztek négyen, és így gyerek, most egy kicsit dolgozom most a Jánossal. De mondjuk mi ennyien is vagyunk, tehát hogy nem szokott nálunk nézted lenni, hogy tényleg. És szerintem ma egész jól nézünk ki. Na szóval azt akarom mondani, hogy... Most keresem a versenyt. Persze, a cégünk. És akkor így az történt, hogy így megérkezett ez a négy színész, és akkor eljátszottak egy dalt. Oké, lement, és akkor azt mondták, most itt, ebben a részben éppen megérkezik barátom szerelme, aki köszönti őt, aki erre azt mondja, hogy innen pedig belép az, és ekkor énekeljük el a következő dal. És így vette az előadás, hogy elalválták. Hú, de jó lehetett valakinek, aki ezt látta. Szóval így mondom, hogy a Hájkárnak most egy ilyen, megtaláltam. És most már azt sem várom, hogy nincsen semmi úgy. Az ég mérges volt a lány neve, az ég nem láttam mégis helyet. Kínált neki az ég alatt, a lány úgy döntött, hogy itt marad, újra hasznosul minden darab. De is másból állsz, benned ragad, kurva sok repes, pálysz vagy válogat, benned sok tahó, meg sok áldozat. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi, ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy. Káromkodja az, semmit se ér, feldobott kő, megdoblak kenyér. Egyetlen vagy én, egyedül vagyok, te egyedül vagy, egyetlen vagyok. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy
semmi úgy. Szabad bele. Miért kosol inget? Miért mondod? Á, te vagy az Humphrey Bogart? Hát nem. Nekem is van mosógépem, és mikor te mosol, én is mosok éppen. És hogy mosás közben szeretlek, neked egyáltalán nem árt. Nem én vagyok, nem én, Humphrey Bogart. Kényelmes is neked így az élet, körbevesznek a háztartási gépek. És ha elmegyek hozzád ezen a télen, bekapcsolod majd nekem valamelyik gépet. Ha lehet, mondjuk a centrifugát. Akkor is, ha nem én vagyok Humphrey Bogart. És amíg a gép vadul teker, azt mondom, ne mosd pizsamát, és ne vasalj inget. Azért jöttem, hogy elvigyelek innen. Lépted is alig kell, és minden egészen más, egy más világ. Oda kell vigyelek, ott én vagyok, Humphrey Bogart. Szemlélete közben. Lehet, hogy nem jól beszélni. Csigákat triázol. Egy archeológus teknőjében, a tisztító vegyszeres lében, ott találok rád, mikor melléd ejtenek. Hát itt vagy, mondod, drágám, szép csiga hercegem. És a kutató boldogan nevet, a triászból való fantasztikus lelet, belőlük lettek a bonyolult rendszerek, az állatok, és nem kevésbé az emberek. Aztán helyet szorít nekünk a múzeumi tárlókban, én szemben veled, és te szemben velem. Nézlek, nézel és kérdezel, szép csiga hercegem, nem vagy te túl öreg? Ugyan felelem, aki először lát, azt sem tudja, jóra-e vagy triász. Mit számítanak a milliónyi évek, az esküvemmel végre hozzád élek. Valamit az Zoli most játszani fog, az szintén a szerelmi tematikát folytatja, és arra a tudományos tézisre épít, hogy... Ja, a János vers. Versen. Igen, az én versem, Náció bezenet a címen, és arra a tudományos tézisre épít, hogy ha túl sok konzervet és levesbort fogyasztunk, akkor a halálunk után nem fog lebomlani a... Látod, ilyen vagyok édes, konzerven levesporon élek, és úgy kerülök a túlra át, hogy összetart a nátrium benzonát. Nem hullik részeire a testem, mikor a föld fölé hív az Isten, mikor a felszínre megkerül minden, csontszülők, csontgyerekek, csontcsalád. Kereslek, de hiába kereslek, szeretlek, de hiába szeretlek. Kereslek, de hiába kereslek, téged nem tartod, de kézben a halál. Ugyan te is keresel engem, megismersz, ha rám találsz. Na hát édesem, így szólsz, én megmondtam, helytelenül védkezel el. De közben örülsz, hogy szép vagyok, és hogy mégis bevált. A levesbor, a konzervés, utolsó sorban a nátrium benzonát. Kereslek, de hiába kereslek, szeretlek, de hiába szeretlek. Hiába kereslek, téged nem tartod, egészben a halál. Kereslek, de hiába kereslek, szeretlek, de hiába szeretlek. Kereslek, de hiába kereslek, téged nem tartod, egészben a halál.
összesen, és ebben a pillanatban, amikor a dal végéhez érünk, olyankor van egy finom kiállás, mert a refrén végére a János egy dorombbal csatlakozik. Igen, csak elfelejtettük elővenni a dorombot. Igen. És mindig az is érdekesség ennek az esnek, hogy mindig más milyen. Mindig más felejtünk. A legtöbb esetben a János elfelejti a szemüvegét. Az általában a legnagyobb káosz. Igen. És akkor így próbálkozik ilyen emberekről kérdés. Azt mondja, de ezzel látok, ez jó lesz más. A másik verzió, hogy a Rossmant keressük egy városban, hogy van-e Rossmant vagy DF. Jó, hát egy bizonyos életkor fölött az embernek annyi tartozik, ha már... De hiába az időskor látszik, hogy korszerű eszközöket is használ a költő a szakbe, majd az mindjárt kiderül, az a cím, hogy belesír. Belesír a mobilba. Ez volt a korszerű eszköz. Járkál az utcákon és össze-vissza bőgi a várost. Ne sírják őre, nem mondom neki. Csak hogy nem láthat többet, s ő ettől egyre jobban önti a könnyet, s annyit se tud kiáltani, hogy ezt most ki dönti el. Eső lesz, mondja a kéregető, már megint folynak a lányok, egy kis vacka van a blahán kartonból a sarokház oldalán. Nézi a lányt, ahogy telefonál és sír, és azt mondja nyálat fröcsögve, hogy bőgjön csak úgy a kőre, a telefont meg hagyja másra. Kár a pénzért. Mit lehetne azon? Így beszélt és mutogatott. A lány meg törölt a taknyos orrán, aztán, hogy ő hívott, mondja, hadd fogjon a pénze, ennyi legalább, ha már más nem jön össze, nekem is jár. Srác voltam akkor és ketten a szobában, játszottunk egy olyan tudott teremtőst, hogy előbb apa voltam, felcsináltalak, aztán eljátszottam a szűnésnél a mentőst. És ezt addig lehetett játszani, amíg a szobából az összes köcsötött babát nem megszültek, vagy hát nem ágott a bűnök szerintem valami ügye szabály. És ha tudtam volna, akkor már akkor gyököt tolok és szigit a szájba, de akkor még konkrétan akkor csak csokit loptunk a záruházba. Később a más is, és most azt gondolom, hogy csak egy rohadt hosszú bűnös fog az élet. Persze az enyém hosszú, vagy nagyobb betűvel, vagy nagyobb a margó, vagy kapucsok tényleg. Mint a gangster repedbe a falu országba, hogy a nyolcker is kemény már, sose járt még ottan hát. Meg lehet, hogy én is ennyire vagyok hős, semmit se csináltam, mindent csak hallottam, 12 voltam és a jutók is írtam. Valami sötét kék mackó felső, és a kopás szökő útnál álltam. Tudod, azt az igazi első, de nem az volt, vagy legalább nekem valahogy nem volt részem benne, hogy a szívemet úgy üsse ki a lány, mint a Carter doktor a vészhelyzetbe. Nekem volt igazi, vagy te voltál már igazi, valakinek egyszer, én nem tudom csak, kérdezem tőled, te meg kezdjél most valamit ezzel. Ez volt az első. Azt mondja, hogy a Hanci Szörönnel Rúgidő zenekar most biztos
mainstreamben, tartunk mindenféle szempontból, és te ennek alapítója vagy motorja vagy, állandóan koncerteztek, nagyon sok lemez is jelenik meg, jelen vagy mindenféle téren, a virtuálisban és valóságosban is viszonylag szoros a kapcsolat a rajongótáborral, ez is létezik. Ezt te hogy viseled, illetve, hogy mi ebből neked a fűsz? Meddig mész el akkor, hogyha a közönségnek igénye van, neked nem kifejezés. Hogy kötsz kompromisszum? Az anyja. Mondok hozzá egy segítséget, csak annyi nyilván, amit megírt azok a versek. A versek nyilván azok az ő saját kompromisszerzeményei voltak. Hát azt képzelem alapvetően, hogy ugyan van valamiféle párhuzamossága ilyen értelemben mondjuk a magas művészet és mondjuk a popzene között, de bizonyos értelemben meg ezek inkább csak olyan analógiák, amik félig meddig igazak, vagy hogy mondjam ilyen tekintetben. Mondjuk először is a mainstream ügy. Szóval azt képzelem, hogy nem vagyunk mainstream. Nem azért, mert a mainstream valami veszélyes ügy volna bizonyos értelemben, abban a tekintetben mondjuk, hogyha ezt a fogalmat úgy értelmezzük, mint valamiféle népszerűségi mutatót, akkor mit tudom én, nyilván tudunk minden évben őszi és tavaszi turnét is játszani, játszunk az összes fesztiválon, és ez így van most már hosszú ideje. Tehát, hogy ilyen tekintetben egy népszerű zenekar vagyunk. Azt hiszem, hogy abban az attitűdben vagy hozzáállásban, ahogyan gondolkodunk mondjuk a sikerességről, vagy a népszerűségről, abban azt hiszem, hogy nem kötődünk az aktuális mainstreamhez. Egyszerűen nem az érdekel bennünket, hogy létszámokat ugorjunk meg, szóval nem egy mennyiségi szemlet, ami engem jó párszor megdöbbent, és ennek jó pár 30-szor menedzser már látta a kárát. Úgy mondtam, hogy akkor köszönjük, hogy a munkát, hogy így a történetnek a lényege valahogy az, hogy engem az érdekel, hogy magunkat hogyan tudjuk megugrani. Szóval, hogy az foglalkoztat mondjuk, hogy mutatok ilyen példát. Mert hogy ez a legegyszerűbb dolog talán, hogy így, akkor lehet érteni, mely a zenei példát. Szóval, hogy van egy dal, azt gondoljuk, hogy tök jó, hogy újra lehet termelni a 30Y a zenekar dalait, mert van egy ilyen 30Y-os megszólalás, van ez a kicsit furcsán kántáló állentelekvel énekes, itt egy kicsit ilyen túlmozgásos, ideget, nem tudom micsoda, ha ismerik nagyjából, hogy mit csinál körülbelül, és akkor csinál egy ilyen dalt, és mit tudom én, általában a szép dalok vannak, amik van meghittek, mit tudom én, most mondom, hogy az ahogy elképzelhető. És most már az sem bánom, hogy nincs ez a dal. Csináljuk, ez a 30Y-os dal, nem olyan, de... Olyan faszélakat fogd össze most már, levél nem repül, ezt is behizelből is egy kicsit dalom érnek a srácnak, nem kedves. Szóval egyszer csak fölismerem, hogy hogy énekel ez a Backzone nevű fickó. És innentől fogva ezt így újra tudom termelni, mondjuk csináljuk egy 30Y dalot. Átteszegetem hangnembe, és akkor tudok Backzone dalokat írni, holnap is egyet, holnap után kettőt mondjuk, hogy jobban ráérek, mert még tudom én, nem kell metszeni a kertbe, amit én annak hívok, apám szerint örülök, hogy van egy kis udvarunk, tehát 500 négyzetméter is rajta áll a ház is, de nekem egész évben komoly elfoglaltságot ad. Szóval na, valahogy így képzelem, és azt képzelem, hogy az a mainstream, amelyik undergroundnak az ugye magát, azt hiszem az idegesít a legjobban. Szóval, hogyha valami zavar, mert mondjuk nem feszít le, mondjuk nem tudom, egy csomó olyan produkció, amelyik eleve azt hiszem, hogy minden hallgató számára világosan egyszerűen alá akar menni egy ilyen lakosság igénynek. Az világos, olyan lakosság igény zene, így tök jó a Szerencsi Csokoládé Fesztiválon, világos. De hogy mondjak ilyen direkt példát. Nem mi voltunk a főzenekar, világos, mert éreztem, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk kiszolgálni azt, ami ott a
a lakosság igényként megjelenik. Ennyit, inkább az zavar, hogyha ezekben a zenékben átverések vannak. Szóval én azt hiszem, hogy így jól kiszámítható, hogy mi az, ami menő. Ki lehet matekozni, hogy hány BPM-es dalt kell írni, milyen tempóra, hogy az aztán elindítson mindenkit. Tök egyszerűen ki lehet találni, hogy mik azok a szubelemek, mondjuk a mély tónusú hangok, amik így megszólalnak és állapjól hatnak, anélkül, hogy egyébként tudnánk, mitől működik. Szóval, hogy van egy ilyen ügy, és akkor ezekből össze lehet hordani ezeket a dolgokat, vagy hogyha állapjól a divatos, ez a altermulatós, amitől egy falra menni tényleg, akkor így tök jó, és akkor van rajta valami nagyon, nagyon menő metafora, akkor így fú, az annyira állat, nem? Azért, vagy az állatomondásoktól vagyok rosszul, ami egy csomó esetben mondjuk így a tiendek, de a programköltészetben egy csomószor zavar, hogy esztétikai hiányok fedődnek el a tökös kimondások látszataival, amiről beszélsz, ez két dolog. Persze. Az egyik dolog az, hogy mennyire mész a közönség felé, a másik, tehát lemegyek kutyába, mert megvannak a mély tónusok is, láttam. A másik pedig az, hogy mennyire használom el meg Zolit, tehát az önálló hangomat. Ez két külön, nagyon-nagyon, az első lépés az ugye az, hogy Zolit-ként értelmezted magad a színpadon, most ezt tekintsük szimbolikusnak ezt a helyzet. És utána az majd teremtődik egy műhalmaz, és te lejáratod-e azt a műhalmazt. Már nincs benne tartalom, tehát nem akarsz vele semmit kitalálni, de már tudod a játékszabályt. Tehát hogy tudod, hogy milyen táncrendre működik a szám, és elkezded kvázi a paródiáit, vagy az után böfögéseit csinálni annak, ami... Ez egy nagyon fontos művészeti kérdés, hogy azt csinálom-e, hogy hú, ez bejött, és akkor elkezdem lökni ezt a helyzet, és ez tetszik a közönségnek, vagy azt csinálom, hogy nem, én azt nézem, hogy én hol vagyok a világban, és megpróbálok arról a helyről megszólalni, újra és újra. És ez sajnos azt jelenti, hogy a Beck Zoli holnap nem Beck Zoliként kell fel, hanem egy emberként, aki megint meg akarja emelni a beton elemet. És vagy sikerül, vagy nem sikerül. Senkinek nincsen tuti ízéje receptje rá. Sajnos ettől mi alkotás. Ráadásul még egy néző mondta, hagyj hozzak akkor a kettőz, mert mindenketten azok az emberek vagyunk, akik magatokat meg akarják mutatni. Tehát az író, az én elképzelésem szerint soha nem igazi hozzak a olvasóknak ide, majd ezt nem jelen van. Az egész meg nyilván, hogy kiállsz a valaiddal is, meg akarod mutatni magad, nyilván ott van egy határ, hogy mi az, amit válasz, a közösség miatt is akár, vagy mit akarsz elmenni, és mi az, aminek már a tiéd is nem tudom, hogy valami valamit használni. De azt mondta, hogy a menedzserek látták kárát ennek a befolyásolásnak, de nyilván a kiadó is elvallott, ha álljános kötött jelenik meg, akkor nem mondja a kiadó, nem presszionál, nem mondja azt, hogy ezt várnák. Sőt, azért is kérdezem, mert te magad volt-e kiadó is. Hogy is nem? Szóval kezdjük ott, hogy amikor egy mű születik, és az mindegy, hogy a Zoli egy dalt ír, vagy én egy verset írok, vagy egy prózát, nem a közönséggel vagy dialógusban. Tetszik, nem tetszik, nem azzal vagy. Tehát ezt most lehet azt mondani, hogy én hálátlan vagyok az olvasóimmal, vagy te hálátlan vagy, de nem azzal vagy. A tárgya, a dologgal vagy kapcsolatban. Azzal vagy, amit meg akarsz ragadni. Az a fontos, az a létfontosságú dolog. És ha nem arra koncentrálsz, akkor már is nem műalkotásban gondolkozol, hanem üzleti tárgyban, amiről az Zoli utalt ezekkel a bizonyos, hogy ki lehet keverni. Tehát pontosan egy szakember pontosan tudja, hogy miket kell csinálni ahhoz, hogy hívják, nem, Filip, vagy mi az az ember a tévében? Filipnek tetszen a dalba. Dal címében. Milyen Filip? Rákai. Semmiért nem értő, Filipnek tetszen. Na, és akkor ezt meg lehet csinálni. Tehát akkor be lehet jutni az Eurovíziós Dalfesztiválba, lehet tudni azt, hogy mennyire térjünk el egy kicsit, hogy érdekesek is legyünk, meg dallamosak, meg különlegesek, és akkor Filip és Csiszár Jenő, két ilyen nagyon hozzáért szakember az, hogy hát töregem, ez akkora megváltoztatta az életemet, érted? Beültem, hallottam a zenéket, a Csiszár Jenő, egyszerűen megváltozott az életem, érted? Olyan hangzásokért soha nem hallottam ilyet még, érted? És te hallod, és de
Dehogy nem, minden nap ez megy a rádióban. De visszatérve, azt tudnám, hogy honnan indultunk el. Mindig annyira lekötött a figyelmet, hogy a közönséget nem tudsz viszonyba kerülni. Ugyanakkor mégis az a furcsa, hogy egy közönséged mindig van te magad. És ez a furcsa ebben az egészben, hogy te magad, te vagy az ellenőre annak, amit csinálsz. Tehát ha te elcseszed, nem jó ellenőr vagy, senki nem tudja kijavítani. Mert azt nem lehet kijavítani, hogy erre rossz. Azt lehet mondani, hogy figyelj, itt nyújtsd meg egy kicsit, vagy ide tegyünk be egy fél sort még, vagy tegyünk alá egy basszus. Tehát színezni lehet, de a lényeget nem lehet megváltoztatni. A lényegnek te vagy a kontrollja. És ezért csak te, és ez a belső figyelem, ez olyan intenzív kell legyen, hogy bármi, ami körülötted van, nem zavarhat bele. És pláne nem gondolhatok arra, hogy mit szól a közönség. Én vagyok a közönség, nekem kell ezt az egészet. És abban kell hinnem, és én abban hiszek, hogy az hogy egy művészi autentikusság, egy művészi eredetiség, az egyszer át fogja ütni ennek a hamis barabánnak a falát. És egyszerűen, mert hiszek abban, hogy a másik hallgató, nem én, mint olvasó, és nem az Oli, mint egyedüli hallgató, hanem a másik hallgató is ezt akarja hallani. Ezt, ami igazi érzelmeket, nem hamis érzelmeket, hanem igaziakat, olyan, ami szíven ül, ami tényleg olyan, hogy a fal adja a másikat, és kész. Tehát, na. Jó, ez. Viszont ha egyébként mondok rá ilyen figyelmet, ami a praxis oldal ennek, és a János, ebben az igazán. Az egyik oldalon nagyon furcsa dolog zenekarként csinálni valamit, mert nem egyedül csinálom. Tehát hogy az a történet, és ebben erről sokat beszéltünk, hogy az a fajta ilyen írói magány, most mindenki ezt hova tesszük, szóval az ügy, hogy rád van utalva is pont, az egy zenekar esetében nem egészen így van abban a tekintetben, hogy persze megírom nagyjából a dalt, vagy körülbelül elképzelődik, hogy merre megyünk, vagy mit tudom én, de önmagában mégis az van, hogy egy közös azonosságot kell létrehozni. És az nagyon érdekes, amikor egy robotteremben, ez egy jó pillanat egyébként, és nagyon szeretem ezt a közösségi pillanatot, ezért nem én lettem a sortészteső, hogy az a közösségi pillanat az nagyon felemelő, amikor egyszerre a zenekar tagjai egyszerre ismernek rá arra, hogy most már egy dalt játszunk. Hogy nem improvizálnak, hogy nem témát játszunk, hanem nem a témák sorát játszunk, hanem egyszer csak ráismerünk arra, hogy ez egy dal. És ez egy marha jó élmény, szóval ez így fú, és az nem történik, mert van nagyon gyakran. Szóval az egy nagyszerű élmény, amikor tudod, hogy oké, ez most így beütött, vagy működik. És arra meg, hogy te vagy a magad közönsége, abban meg egy nagyon kemény dolgokat kell hozni szerintem, mert a kis korrekciókban én sem nagyon hiszek. Szóval, ha valamiről érzed, hogy nem működik, akkor nem lehet egyszerűen egy szótaggal lejavítani, vagy ott később lépjen be a basszusgitár. Szóval ez nem lesz megoldás, hogyha nincsen jó megcsinálva valami. Életemben először is alig, hanem utoljára rendeztem ilyen videoklipet, a legújabb klipünket, és nagyon vicces volt, mert én sokat tanultam ez alatt. Én azt mondtam, hogy a monitort nézem, de a jelenetet, mert én nem tudom, mit rendezek. Állati megrendező voltam, és akkor így volt, és ott például elkezdődött az első nap, első vágásnapunk 9 óra aktív vágás volt, ahogy annyira be akartam menni meg innenre. És akkor csináltuk, és akkor nagyon vártuk, ott ültem az operatőr vágóval, és akkor dolgoztunk. És 9 óránt így néztük ezt az egészet, és 9 órája dolgoztunk, de nagyon intenzíven, nagyon nagy élményekkel, nagyon izért. És 9 óra után azt mondtuk, hogy te figyelj, amit csináltunk, az lehet, hogy jól néz ki, de nem jelent semmi. Dobjunk ki. Ja, na szállt ide. És kész. És másnap kezdtük az egészet a nulláról. Szóval nem lehetett az sem, jó, akkor ott nem úgy jöjjön be a gyerek, hanem máshogy jöjjön be. Szóval az nem javított rajta. Tehát egyszerűen csak ránéztél, és azt mondod, hogy jól néz ki, csak valahogy nincs semmi, ami miatt csináltuk ezt a filmet, abból egy pillanat nem volt. Ott a lényeg. Igen, szóval a lényeget nem tudjuk bele. Nem, mert az, amit az Oli mond, amikor dallá válik, vagy amikor ez a klip meghozza a jelentését, hogy persze az a magányos alkotásban is van, hogy én ugye hiszek a lendületben, tehát én regényt is folyamatosan írok, és addig írom, nem javított visszafelé. És ha jól megy a ritmus, akkor végére élek, és akkor azt mondom, hogy megvan a szíve. A lényeg.
olvashatatlan, ami ott van. De teljesen olvashatatlan. De én tudom, hogy a lényeg megvan. A többi már szakma adott esetben. A többi már az, hogy milyen ritmus tegyünk mögé, és mi. Tehát persze több stádiumból áll a dolog, de az, amikor a szíve megvan, akkor van az, amikor az ember azt mondja, hogy ami az Örkény novellában, egy percesben van, talán ismeritek, amikor kihajózzik a író, és akkor kérje, nem tudom, hogy hívták a csónakházt, hogy akkor most ki vagyunk rendesen a vízen, most ott vagyunk, akkor megpróbálok a vízen járni. Tehát ez az érzés, bármennyire is örtelt és gőzös dolog, de tényleg ez az érzés van, hogy egyszerűen fölötte vagy a világnak, érted? Egy repülsz, annyira fantasztikus az, hogy a világban egy olyan dolog lett benne, ami addig nem volt. Érted? Ez olyan, mint amikor az embernek a gyereke megszületik, hogy egy olyan igazi igazság, mert hogy a műalkotás valójában még a legbonyolultabb filozófusoknál is, a Heideggernek van ugye a műalkotás eredete, egy picike könyv, nem tud más mondani, mi a műalkotás, igazság, egy igaz állítás a világról, és amikor megvan, az tényleg felemelő. A többi meg olyat megcsinálni, ami csak imitálja, és azért ez az igazság, hogy a műalkotás piacon 90% imitáció és 10% igazság. Mimikri, ügyes mimikri, de rossz üzenetű dolgok. És ők könnyen tudnak műalkotást csinálni, mert nem vérre megy a játszma, hanem gondolkodásra. Tehát igen, vannak szabályrendszerek, a hollywoodi filmekre le lehet venni, milyen szabályok szerint működik a film. Egyébként a Birdman szerintem elég jó, de csak ezt mehetékesen mondom, hogy nézzétek meg. Le lehet venni, hogy milyen hatásmechanizmusok vannak, de valójában ez nem érdekes. Tehát én nem ezt akarod, hanem valami ennél mélyebbet. És sajnos, miután te nem akarsz a recept szerint menni, ezért örökösen kit vagy szolgáltatva a bukástak. Hát örökösen úgy kezd fel, hogy vagy sikerül, vagy nem. Nincs biztosítékod. A nagyapám asztalos volt, ő úgy kelt fel, hát főleg mi ott jelent, még nem lett alkoholista, hogy ő jobban és jobban tudott asztalt csinálni, érted? Én már nem tudok így felkelni. Úgy kellett fel, hogy majd ma is egy nagy senki vagyok, érted? És leszek-e valaki? Hát, szóval ez egy ilyen... Hú, de megint milyen okos az... Én illusztrálok, hogy nem az asztalos nagy fatárnak az alkoholzása. A János fejébe lett, hogy mindig csináljunk valami újat, amikor helyen bevon, mindig legyenünk. És rendegyen. Ja, ez a másik szó volt, és abban majd meghalljátok a dalt a jövő héten, aki meghallja, de ami az érdekes dolog, hogy a dalnak az eredeti változata, ez volt, amit levittem a zenekar. És néha csodálkozom, hogy a zenekar elhiszi, hogy szerintem ez jó. Tehát, hogy néha csodálkozom, hogy dallá válik, mert amikor lemegyek a próbaterembe, ilyet csinálunk az új dalnál. Srácok, írtam egy ilyen új dalt. Szóri, eljátszok? Valami ilyen, hogy... Először vodkától, hanyat fekve ott, hánytam, mértenem, ennyi átszólt élem, és ott a távolban, ami tényleg távol van, nem én látszom, hiába nézem. Innen most hova, mennék utána, de már rég ide értem. Így elérekem, azt mondják, aha, de ez nem valami előtti artár szar, amit most rakszálom. Hát mondom, de nem így képzelem el, hogy így van, csak hogy így van, hogy így tudom eljátszani, de hogy nem így képzelem. Meghallgatjátok, egy darab ilyen lüktetésű elem sincs az egész dalban, mint ahogy így leviszem ilyen tábortűz vakarós. Szóval ez nincs nem. Megnyugodtál, hogy ezt nem játszik? Arra gondolom, hogy mindent aztán nagy dicsőség nyer, mindent. Várjál, és akkor most arra hoztam, hogy dalok, amik amivel el van, beszélet, tehát hogy ezzel még javítani. Én is ilyen dolgokat írok, azt hittem, hogy azok csak nagyon sem szarok, tehát lehet belőle kihasznál, persze. Miért nem csináltam zenekart? Öltöztetnénk megint a színed ünneplőbe, vetőzve érünket a honnyakat nyakkendőbe, a szíved benyár lesz, vagy legyen inkább tavasz, megterik virággal. Minden terasz, száz túl kis fogonnak.
most egy általános költészet tematikánál vagyunk, az idő elmúlása, véges életünk, kozmetikai költemény. A bőrnek már lőttek, mondta a test egykedvű őre, semmire nem megyünk a méreg drága francia kenőccsel, közelről szörnyű, de nem néz ki jól messziről sem. Hiába utazni hosszú pihenőre, nem reagálunk már se vízre, se hőre. Hát igen, a bőrnek már biztosan lőttek, miért hazudna a test egykedvű őre. Mi mégis a konyhában, a hűtőnek dőlve, úgy teszünk, mint aki először bukka, férfira és nőre. Aztán egyszer megint tavasz lesz és reggel, és együtt örültünk vacsajottal meg a gyerekkel. Hogy ugye jó az élet, mégis jól lett kitalálva, száz turbil vagy múltán a teaszok világban. És ünnep van a szinten, végül meg atyába, mert minden ember neked, ember a barátja. Hogyha az életben boldog akarsz lenni, csinálj zenekart, és hogyha akkor nem lesz semmi. Nagymama. A nagymama mondta, hogy nem. Én oda nem fogok járni, mert az a vén kurva, mondta arról, aki különben vagy 10 évvel vagy fiatalabb a nagyanyámnál, és magányosan élt albérletbe. Szóval az a vén kurva azt mondta rólam, mármint a nagymamám unokájáról, hogy konyhaszagon van. És így ő aztán nem bír engem tanítani, mert ha nem csinálnak velem valamit. A nagyanyám erre meg, hogy itt vidéken mindenkinek konyhaszaga van. És ha nem jó ez, akkor marad volna Pesten, hogy szívja azt a rohadék füstöt, amitől kiköpi az ember a tüdejét, ott nem is lehet zenét tanítani, mert akkora a zaj. És olyan zűrzavarosak a buszok meg a villamosok, hogy az ember tisztára összekeveri a számokat, és még el sem indul, már is eltéve. A tanárnő zavartan rángatta a fejét, hogy ő erről nem tehet, hogy ide helyezték, mert nem engedik nekik, hogy neki, hogy a fővárosba tanítson, ez valami büntetés, holott neki van egy ilyen allergiája, hogy örökösen prüszköl a fokhagyma szagától. Ezeknek meg, sőleg nekem, mondta, olyan erős fokhagyma szagon van, hogy egyszerűen kibírhatatlan. Mint ha én magam lennék a fokhagyma, nem csak a féle hordozó. Lehet, hogy ez már maguknál, mondta a nagyanyámnak, olyan genetikai dolog. Mi az, hogy kérdezte a nagyanyám, arra nem vállalkozott, hogy a genetika szót megismételje. Szóval mondta a tanárnő, hogy a szag is öröklődik. És lehet, hogy hiába mosdatják meg a gyereket, az már akkor is olyan lesz. Én kiveszem a gyereket, mondta anyámnak a nagyanyám. Elég volt ebből a púderos pesti banyából. Mit keres ez itt közöttünk? Hogy néz ki különben is? Mint egy turista buszról maradt volna le. És akkor végigment a tanárnő minden apró darabján, az orrán, a haján, a kezein, a lábain, a ruháján. És a végére hagyta a hangját, hogy olyan a hangja, mintha iszap hömpölyögne a szájában. Nem is tudom, hogy lehet egy zenetanárnőnek ilyen iszonyatos hangja. Kiveszlek, mondta most felén fordulva, majd veszek neked egy szájharmonikát, ahhoz nem kell tanárnő. És hogy leszek akkor rockzené? Kérdem, hogy akkor erre válaszoljon a nagyanyám, mert én csak azért jártam gitárórákra, hogy majd egyszer a színpadra lépjek, és ahogy a Váci Alfa gitárosa, őt láttam egyszer egy bulin játszani, persze csak az ablakból, eljártam a legjobb Hendrixeket. És most ennek lőtte, pontosabban a nagyanyám lőtt ennek a dolognak. Hogy leszek én akkor rockzenész, kérdem megint. Most akkor a kapanyélen fog nagyszólózni? A többi se járt sehová,
mondta a nagyanyám. Pont az a lényeg, hogy nem jártak. Hát aztán ahhoz nem kell tudni zenélni, hogy vonyíts el. Ahhoz semmit nem kell tudni, csak bőr legyen az ember popájára, kiálljon a tévében. Lehet, hogy nem is azok énekelnek. Akiket meg lát az ember, azok csak tátoknak, nem igaz? Mondta azt, mert tovább ment, hogy valamit adjon a tyúkokat. Én meg ott álltam az udvar sarkában, azzal a dilemmával, hogyan is leszek én így rockzenész. Másnap a nagyanyám elment a tanárnőhöz, hogy bejelentse, lehet, hogy a gyereknek törökletes problémái vannak, mondjuk a fokhagymaszar, lehet, hogy a tanárnő más törökölt a szüleitől, mondjuk húdaros fejet, biztos az is örökletes, saját választásából nem nézhet ki így az ember. Lehet, de hogy ez a probléma megoldódjon, ő kiveszi a gyereket, már mint engem. Délután összejöttünk a haverjaimmal, Kis Lacival, meg a Mácsa Petivel, akik szintén tagjai voltak a leendő zenekarnak. A Laci volt a basszusgitáros, a Peti meg a dobos, de most mindketten zongorára jártak. Különben vele mi van, kérdezték, mert hogy látták rajtam, hogy valami van. Semmi, mondom, csak ugrott a zenekar. Hogy ugrott, ne hülyíts, mert hogy? Nem járhatok tovább zenére. A nagyanyám mondta, hogy legyen tartása az embernek, hogy neki ne vágja senki a pofájába, hogy fogyhatom, hogy gyerek. Azt nem, mert azt ő már, mint a nagyanyám, nagyon utálja. Pedig szólógitáros nélkül nincs sok ember, mondta szomorúan a Laci. Meg énekes nélkül sem tettem hozzá. Azt még esetleg megoldaná, mondta a Peti. Végül is a Laci is énekelhetne. Az azért nem az igazi, mondom. Pedig milyen jó buli volt, szólt közben a Laci. Mi? Kérdeztem. Hogy indulunk a Táncdalfesztiválra? Nem, mondta. Hát, kérdeztem újra, a fokhagyma. Mondta és röhögött. Az biztos, mondta erre a Peti, és ő is röhögött. Aztán én is elnevettem magam, mert ez volt az igazi rock'n'roll, testvéreim. Ahogy befokhagymáztuk minden óra előtt a zongora billentyűket, és izgatottan vártuk, hogy belépjen az hihetetlen sokat teljesít. Tehát
Tehát nem, most a kérdésedre nem tudok válaszolni, mert nem tudom. Akkor válaszolj a srácok felé. Hogy? Miért olvassanak? Miért járjanak akár ilyen koncentrációt? Miért belejön? Hát szerintem a saját... Tehát mindenki azért olvas, én is azért olvasok, mert magamra akarok ismerni. Tehát én nem vagyok annak az olvasásnak a híve, hogy ne helyezkedjek bele az olvasmányt. De igen, bele akarok helyezkedni. Azt akarom, hogy én többet tudjak meg a világról, önmagamról, az életemről. És ezért érdemes olvasni, mert egyszerűen valami plusz bejön az én személyiségem számára. És igen, abban is hiszem, hogy mennél... Most én vagyok ez a bunkó. Tényleg most komolyan, tehát hogy emberek nem halkítják le egy ilyen előadást, mert arra fontosan komolyan mondani. Hát igen. Ez már kiestem teljesen. Tehát, hogy igenis abban hiszek, hogy mennél jobban ismered önmagadat, annál jobb minőséget tudsz élni. Tehát azért meg kell valami, hogy többféle minőséggel lehet élni. És a másik az, hogy arra minden művész arra késztet téged, hogy kreatív legyél az életedben. És van egy világ körülöttünk, ami mindent készen akar alányomni. Mindent készen. Ha gyereket születik, lehetsz egy komplett gyerekmútor, hogy minden ott van, még a falfestés is. Tehát mindent megölt. Ugyanakkor igazából azok az igazi nagy élmények, ami a te kezed nyoma benne van. Hát nagyon egyszerűen szemléltetve, hogy Zoliék most voltak Toszkánában Epivel a feleségével, és hogyha befizet egy Toszkán útra, vagy ő maga tervezi meg, biztos, és ő maga fedez fel helyeket, biztos, hogy mélyebbre jön be Toszkána, mint amikor utaztat egy iroda. Tehát, hogy mennél több a kreatív elem, mennél több az önálló elem ebben a történetben, ami az életünk, annál jobb, és annál élményszerűbb, és annál felemelőbb élni. Mert élni nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó dolog. És valóban a művészet abban segít, hogy jobban tudj élni. Ugyanakkor még egy mondat csak, hogy ugye van az emberi létnek alapszorongása. Te lelkész is vagy, hogy te otthon jársz ebben a tematikában. hogy van az, hogy születtünk végesnek. Ugye amikor az édenkertben az első emberpár leszakította az almát és felemelte a fejét, és azt mondja, hogy tudom, hogy innentől nem állat vagyok, hanem ember, aki meg fog halni. És van ez egy alapszorongás, a véges életünk és a gigantikus mindenség körülöttünk. És van egy másik alapszorongás, az én egyénem, egyéniségem, az énem, és annak a védelme, hogy én legyek, és az a vágy, hogy beolvadjak a többiek közé, hogy a másikokkal is együtt legyek. És alapszorongás az, hogy ha együtt leszek, feloldódok, elvesztődik az énem, elvesztődök én, mint ember. Tehát ez egy alapszorongás, a feloldódni akarás és a feloldódásról való rettegés. Tehát a közösség akarása és a közösségtől való félelem. És amikor igazán nagy műveket hallgatsz, vagy jó műveket hallgatsz, akkor egyszerűen azt veszed észre, hogy egyszerűen felpattal ennek a szorongásnak a burka. Egyszerűen megszűnik egy pillanatra ennek az érzete. Hogy végül is valahol az életben bele van plántálva egyfajta trauma. És olyan ritka az a pillanat, amikor szerelmes az ember, vagy amikor nagyon a gyerekeit ahogy szereti, azokban a pillanatokban, és néha olyan hülye helyzetekben is, hogy az ember rossz kedvel jön ki, tavasz van, süt a nap, és egyszer azt érzi, hogy valami helyre állt a szívemben, valami rendben van. Ezt a szívszóknak túl sokszor használom. Szépen mondom. Igen. Tehát, hogy igen, ezért érdemes olvasni, ezért érdemes zenét hallgatni, ezért az élményért, ezért a feloldozásért, ezért az örömért. Örömért akarunk olvasni, örömért akarunk zenét hallgatni. És ebben így van a szomorú zene is, meg a vidám zene is, a szomorú irodalom is, a vidám irodalom is. Nem a tematikájától függ. Az mindenképpen ezt hozza a számunkra. Volt a Cicilon honlapon egy megmondásról, most is, nem nagyon van. De volt, és ebben sok ilyen volt, legyen egy
aztán már nem írtam ilyen többet, nem ír az oka, vagy nem volt ilyen praktikus. Hát nem tudom, a Jánosnál jobban megfogalmazni ezt én ezt a sztorit, annyit tudok, hogy ezt a nagy tanári ügyet kell elgondolni, én 7 évig voltam ilyen rendes tanár. Hogy így, már hogy így bejártam, órákat tartottam, meg csöngettek. Annyira kemény meló volt, hogy ez elképesztő. Szóval tényleg azt nem lehet bírni. Az bizony kemény. Tehát nagyon jól tanítani szerintem, nagyon-nagyon... Vannak igazi, bocsáss meg, hogy szabadul lehet, vannak igazi szakmák a világon. Az, hogy tanár vagy, vagy orvos vagy, az igazi szakma. Az, hogy adminisztrátor vagy, vagy nem tudom, minek hívják most, amik amerikai filmekbe szerepelnek. Egyszerűen a film végéig nem jövök rá, miért miért foglalkozik az illető. Ügyvívő szakértő. Igen, ügyvívő szakértő, meg mit tudom, ezek igazi szakmák, ezek igazi dolgok, igazi nagy dolgok a világban. Tehát, de nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon feleségem tanárnő, hát úgy jön haza mosottként, tehát ez mosott szarként, most már megkimondom meg kérnek, de túl a fáradtan jön haza, és azt mondja, hogy olyan furcsa, hogy nem tudok péntek délutánnak örülni, mert totál fáradt, érted? Nincs kedve sehol, örül, hogy le tud zökkenni. Mert ez egy nagyon komoly munka, és tényleg a körülmények egyre nehezebbek, és ráadásul a társadalmi megbecsülés, egy nagyon közeli barátnőmmel vesztünk össze, egy szilveszteri bulin, aki a gyereke védelmében elkezdte szapulni a tanárokat. És egyszer olyan dühött lettem, azóta nem is vagyok beszélve viszonyban, de nem lehet, egyszerűen annyira, tehát nincs az a társadalmi megbecsülés, hogy ami még gyerekkoromban is a faluban volt, hogy a tanár úr. Tehát a tanár úr az tanár úr volt, és legalább akkor se fizették halálra őket, de legalább valami státusza volt ebben az életben. Most olyan, mint hogyha az egyik szolgáltató, az hamburgert ad, ez meg tanít. Tehát mint egyik szolgáltató. Hát hogy jövünk már ehhez? És ez egy társadalmi tudati probléma egyébként, hogy ide jutottunk, ez nem volna szabad, hogy így legyen. Na, bocsánat. Nem. A nagyon jó hozzátok, az egyetemben is dolgozol. Éppen az ott egy alapállás. Hogy másképpen van azóta, hogy tanítok állandó szívedén, hogy más korosztályon. Ez egy egészen másik, hogy szerintem másfajta identitás is vagy, hogy mondjam. Tehát, hogy van az a történet, amelyikben az a fajta hivatás, amiről a János beszél, az ténylegesen a diákokhoz, a diákok mindennapjaihoz és ahhoz, és az ő életútjuknak az egyengetéséhez, vagy hogy mondjam, vagy az irányításához is szól. Nagyon jelentős felelősség van ilyen tekintetben. Mit tudom én, ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor az a helyzet, hogy az adott fiatalért, vagy diákért, vagy tanítványért elgondolt tényleges emberi felelősség az nagyobb mértékű akkor, amikor mint tudom én, Szent Lőrincen ebédeltettem a diákokat, mielőtt átmentünk a napközis programba, ahol eltudtam tőle mindig az összes ilyen izét, ilyen tollasütőt, mert nagyon rossz minőségűek a tollasütők, mert nem a gyerekeken törtem, hanem így játszottunk, és akkor megjöttek az új játékok, és aznap délután az összes játék tönkre ment, de mindegyikben állam. És akkor itt ciki volt, de mindegy, de hogy az emlék, hogy az, hogy egy ebédeltetést viszel, és az alatt történik dolgok, az egyszerűen jelentősebb mértékben befolyásolja azt, hogy milyen emberek lesznek, vagy hogy mondjam. Tehát ténylegesen emberi minden a srácok, mint az, hogy az egyetemen másfajta felelősség van. Az egyetemen inkább van tudományos felelősséget mondjuk. Hogyha egy előadást tartasz, akkor annak a pontosak és jók legyenek a rájegyzeteink. Hogy mondjuk, hogyha a Stuart Hall személyiség modelljéről és a postmodern selfről akarsz beszélni, akkor mondjuk a narratív selfhez kötődően el tud mondani még azt a 3-5 féle dolgot, és a srácok értsék, hogy miről van szó. Tehát ez egy másik ügy. Másfajta szinteken működik a felelősséget, hogy úgy mondjam. De van felelős. Hát persze, de nyilvánvalóan ez egy egészen másik ügy. Szóval én szólnám ezt ilyen tekintetben ahhoz, amit most a nagybetűs pedagógus, az az egyetemen, hát az nem nagyon van. Az egyetemen kutatók vannak, a tudományos
eredményeik okán tanítanak, és nem azért, mert tudnak tanítani. Hát ez egészen furcsa hangzik, ha bárki visszagondol a maga a főiskolai egyetemi éveire, akkor azt valószínűleg azt mondom, hogy vannak legendás oktatók, emlékszem az egyik pszicholingvisztika tanára, az például László Lános volt, ezért aztán az előadásokon is dohányzott, bár nem lehetett dohányozni. És így járt körbe, szívta a piros szimfóniát, és akkor így tartott az előadás. Ahol elfogyott egy eltaposka parkettán, rányújtotta a következőt, vége volt a másodás előadásnak, mindenhol csitlek, totális füstbe ültünk 70-en, alapul a szegyősz. De közben minden előadáson ott akartuk élni, mert akartuk tudni azt a tudást, amit ő mond. Szóval, hogy ez egy másik, ez nem egy felolgó tény. De az egyik, az a középiskolai kettes volt a világomból, és hoppá, te jó voltál, mert nekik kivételeztem. És valóban a negyedik év végére a minden öntudatomat 10 év borrázott a gimnázium. És ott volt a vélettség után, hogy mi lesz belőle. Érted? Elsüllyedek a budapesti káoszba, és naplókból leszek, vagy alkoholista, nem tudom csoda, vagy egyáltalán képes leszek annyi erőt magamba tenni, hogy elmerjek menni egy felvételére. Annyira közbe volt téve az akkori fiatalkori egzőt. Ez az iszonyatos nagy felelősség, és nagyon fontos felelősség szerintem a középiskolai. Azért azt már marhára utálom, hogy a feleségem két végén is felügyel a tanítványokat, mert nem élünk egy családba, hogy azért mindenki telefonál, hogy ez a problémája, az a problémája. Na mindegy. Valószínű. Na így lehetünk barátok. Igen. A középiskolai traumát át tudtuk fordítani. Igen. Ez köt minket össze. Igen, nem tulajdonképpen ez. Most az utolsó dolg került egy meglepetés dalal készült a zenekar, ezt fogadjátok szeretettel. Illusztrációja is lesz annak, hogy már nem egy család, de azért meg kell ezt is viselni valamit, mert beszármazik egy dal lefelé, és aztán azt lehet, hogy művészet. A gyakosos ismerős, a dalnak a szövegét teljesen egy kis vizem még van.
értettek semmit, csak egyrészt belőle az, hogy az olyankor mindig ismétlődik, de azt így értették, hogy ójankó. Mindig azt énekelték, ójankó, azt mindig beénekelték. Jó, igen. Jó, így jó. Halvára a rosszát.
széget ilyen dolgokat. Hadd modell a fő sulin, egy lány a gitár. Pénteken festik és hétfő rajzolják. Kép operában a fal mögött munkások nem érnek. Az ablakhoz mosodnak és malteros arccal nézi. Aztán megint egy amatőr nem is gondol rá, hogy rakmodell vagy, hogy rakmodell vagy a fősuli. Milyen jó lehet testőnek, az meg te jó és a földnek jönnek, az meg te jó. Köszönöm.
köszönjük szépen mindenkinek. Köszönjük.